sziasztok, drága ninjaim, sziasztok, remélem mindenki jól van, és akkor vágjunk is bele a mai témába. Elemezni fogjuk az utolsó eset tanulmányt, amit kiraktam a közösségi fül alá, és most el is olvasom nektek, hogy mindenki emlékezzen, hogy mi történt ebben az eset tanulmányban. Jó, megmozgatott benneteket, mert 400-an szavaztatok, aminek én nagyon-nagyon örülök. Szóval a következő volt a sztori. <kül> egy ninja lány írja, 45 éves, újra kezd ismerkedni, és nagyon megtetszett neki egy férfi. Viszont a férfi világosan megmondta, hogy nem akar elköteleződni. Figyeljetek! Találkoznak, időt töltenek együtt, és a férfi nagyon kedves vele, de teljesen nyíltan mondja, nem akar senki felé elköteleződni. A lány most össze van zavarodva, hisz a férfi mindezek ellenére, amikor időt töltenek együtt, nagyon kedves és figyelmes. A lány többet akar, többet akar, és mivel a dolgok mögé szeretne látni, elkezd nyomozni. Egy este elvezetett a férfi utcájába, és a háza előtt titokban órákat parkolt és figyelt. Azon az estén a férfinak egy nő vendége volt aki ott maradt másnap reggelig. Na most, hogy ez hogy derült ki, azt én nem tudom, nem is lényeges, nem ezt firtatjuk. A lány többször visszatért figyelni a férfi házát, és felfedezte, hogy a férfi még más két nővel is találkozgat. A nincs lány kérdése, legyen óvatos, meg fog változni a férfi. A férfi egy player? Mit tegyen most? Nekem is volt egy pár kérdésem, amikor ezt az esettanulmányt ugye megkaptam, és én is elolvastam magamba, amikor azt mondja, hogy a lány most össze van zavarodva. Nem értem, miért van a lány összezavarodva? Tehát ezt nem is értem, hogy miért volt összezavarodva, amikor szerintem is a férfi teljesen világos volt azzal kapcsolatban, hogy ő milyen típusú, minőségű, milyen mélységű kapcsolatot tud most nyújtani bárkinek is. 400-an szavaztatok, és 37%-ban szavaztatok arra, hogy mindegy, hogy a férfi kicsoda, micsoda, nem akar kapcsolatot, nem akar elköteleződést, és ez a lényeg. Na most, 57%-ban szavaztatok arra, hogy a férfi jellemtelen, azonnal ott kell hagyni. Megmondom őszintén, én nagyon örültem a 37%-nak, mert én is ezzel értek egyet. Az, hogy 57%-ban szavaztatok arra, hogy a férfi jellemtelen, nekem azt mutatja, hogy. Ki tudtok választani fontos tényezőket ebben az esettanulmányban? De nem tudtátok nagyon sokan a legfontosabb tényezőt kiválasztani. Tehát fontos az, hogy a férfi találkozgatott más nőkkel is? Gondolom erre mondtátok, hogy jellemtelen. Én szerintem igen. Az egy fontos tényező, de nem a legfontosabb tényező. Mert a legfontosabb tényező ebben az esettanulmányban az az volt, a tényező, amire figyelni kell, hogy mindegy, hogy a férfi jellemtelen, nem jellemtelen, hány nővel találkozik vagy nem találkozik, a lényeg az, hogy ő tisztán, világosan, őszintén elmondta, hogy nem. Akar elköteleződni. Mert nagyon fontos, hogy az ilyen esettanulmányokban, amelyek el, felkészítenek minket az életre, ki tudjátok szűrni a legfontosabb tényezőt, a best factor t Nem csak egy good dolgot, egy jó dolgot, egy jó tényezőt, ami érvényes, hanem a best tényezőt, ami már megalapozza ennek az esettanulmánynak és a reakcióknak a lényegét. Ezt úgy is hívjuk, hogy a knockout, a KO. A kiütő tényező. Ami azt jelenti, hogy ez a tényező, ez minden más tényezőt már eleve kiüt a képből. És szerintem is itt a legfontosabb tényező ez a, ebben az esettanulmányban az volt, hogy mindegy, hogy a férfi hány nővel randizott, kicsoda volt, micsoda volt, milyen egyéb tulajdonságai voltak. A knockout, a KO tényező. Az itt az volt, hogy világosan megmondta, hogy nem tud nyújtani, nem akar nyújtani egy elkötelezett kapcsolatot. Akkor olvassuk fel a csodálatos kommenteket, amelyeket írtatok, és csak azokat fogom most felolvasni, és azokra fogok csak referálni, amelyek sikeresek voltak abban, hogy kiválasztották ezt a best factor-t, a knock-out tényezőt, oké? Okay? Pese Canella azt mondott, ha egy férfi nyíltan kimondja, hogy nem akar most elköteleződni, nem akar kapcsolatot, el kell hinni neki a saját érdekünkben. Pese teljesen egyetértek. Hallani kell, meg kell érteni azt, amit nekünk mások mutatnak magukból. Pláne, ha még nyíltan ki is mondják ezeket a tényezőket magukról. Tehát nekünk... Engedni kell azt, amikor randizunk valakivel, hogy megmutassa magát, hogy közöljön magáról fontos információkat, és ezeket nem szabad nekünk a szőnyeg alá söpörni. Figyelni kell ezekre az információkra, és el kell ezeket az információkat nekünk fogadni. Mark azt mondja, nem akar senki felé elköteleződni ez a férfi. Értsük jól, és fogadjuk el, pontosan, amit az előbb mondtam, vagy hagyjuk, és menjünk tovább. Attól függ, mire van szüksége a nőnek. Komoly kapcsolatot akar a nő, akkor tudja, hogy nem ez az ember. Teljesen egyetértek veled is, Mark meg Péssevel is. Adriána azt mondja, a lány csak azért van összezavarodva, ugye ez volt az én kérdésem is, miért van összezavarodva, amikor világosan közölve volt az, hogy mit tud és mit akar ez a férfi nyújtani. Szóval a lány csak azért van összezavarodva, mert az ő érdeklődési szintje túl magas a férfivel szemben, míg a férfi érdeklődési szintje párkapcsolati oldalról nézve nulla. Adriána, nagyon szeretlek, puszi neked, mert behoztad a kommentetbe azt a szót, azt a kifejezést, amit sokszor használunk ezekben a videókban, az pedig az érdeklődési szint. Össze van zavarodva a lány, mert az ő érdeklődési szintje sokkal magasabb párkapcsolati szempontból, mint ennek a férfinek az érdeklődési szintje. Szuper! Nekünk ezt el kell fogadnunk. Folytatja Adriána a férfinak megvan a kis élete, legyen az bármilyen is, az ő élete el kell fogadni. Nem kell benne részt venni, ha neked ez nem jön be. Isten őriz, senki nem kötelez arra, hogy részt vegyél egy olyan kapcsolatba, amely neked nem imponál. Mindegy, hogy miért nem akarja a lányt, a lényeg, hogy nem akarja. Fölösleges nyomozni teljesen egyetértek. Ugye meg a nyomozás dologra ki se tértünk, ugye? Ez nekem is olyan furcsa ez a dolog, hogy valaki 46 évesen nyomoz, de ez egy megint, ugye? Ez egy teljesen más téma, és a KO, tehát a knockout, a kiütő faktor, a kiütő tényező már lényegtelenné irrelevánsá teszi azt, hogy a lány egyáltalán nyomozott nekem ez már nem is fontos. Nekem már ott megállt ennek az esettanulmánynak a története, hogy a férfi kimondta azt, hogy nem akar elköteleződni. Ettől függetlenül véleményünk van, ugye, kemény véleményünk van a nyomozgatásról. Adriana folytatja, korrekt volt a férfitől, hogy azonnal tisztázta a maga oldaláról, az elköteleződésről az álláspontját. Teljesen egyetértek, és itt én sem értek egyet azokkal a kommentelőkkel, akik azonnal azt mondták, hogy a férfi jellemtelen. Na most lehet, hogy a férfi különben jellemtelen, nem ismerjük az egyéniségét, de nem ettől jellemtelen. Nem attól jellemtelen, hogy ő több nővel randizik, miután őszintén megmondta, hogy ő nem fog, nem akar, nem tud elköteleződni egy nő felé. Ez volt az a tényező, ami minden más további részletet kiüt a képből. Állítsuk fel a standardjainkat, mondja Adriána, és emlékeztessük magunkat arra, hogy mire van nekünk szükségünk. És Adriána ide kérdéseket és ír nekünk, segítő kérdéseket, amiket felteltünk magunknak. Például azt, hogy mit csinálunk mi most valójában? Tehát ez egy kapcsolat, vagy ez egy szituáció, amiben én már kezdek, ugye, belebonyolódni. Méltó ez hozzánk? Ezt akarom én lehet olyan kapcsolatokat akarni, amelyek nem járnak elköteleződéssel. Itt most mi nem ítélkezünk arról, hogy ez most etikailag milyen, meg megfelelő, meg nem megfelelő. Ha kettő felnőtt megegyezik a paraméterekbe, itt bármilyen minőségű, mélységű, paraméterű kapcsolat elképzelhető. Andi azt mondja, ez legalább egy tiszta helyzet. A férfi csak szexuális kalandokat keres, a nőnek el kell dönteni, hogy mit akar pontosan. És nagyon örülök, Andi, hogy ezt felhoztad, ezt, hogy a nőnek el kell döntenie, mert én szerintem az esetek többségében a nő az, aki dönt arról, hogy mi fog történni egy kapcsolatban. Ha ő is, már mint a nő is szórakozni akar, és képes másokkal osztozni, akkor folytassa. És nagyon örülök, Andi, hogy te is ilyen módon közelíted ezt a dolgot. Meg nem ítélkezünk, lehetnek, vannak léteznek, nagyon sok embernek kényelmesek azok a kapcsolatok, amelyek nem járnak elköteleződéssel. Na most itt a csatornán általában olyanok vannak, akik elköteleződést igényelnek, akik ezt szeretik, de ettől függetlenül nekünk el kell ismerni azt, hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyek nem elköteleződésre alapozódnak. Na most folytatja Andi, ha komoly kapcsolatot keres a ninja lány, akkor most hagyja abba a saját érdekében. Nagyon örök, hogy ezt mondtad, az ilyen dolgokat, amelyekkel nem értünk egyet, és már világos, hogy nem egy irányba nézünk ezzel a partnerrel, és hogy a jövőben ez komplikációkat okoz. Most kell ezeket a kapcsolatokat megszüntetni, most kell ezeket lezárni, amíg ez a kapcsolat fiatal, amíg nincs ez a, ez a kötődés, amíg nincs ez a pánik bennünk, amíg nincs ez az elbizonytalanodás, ezeket most kötődés nélkül, amíg ez a kötődés nem alakul ki, most kell ezeket a szituációkat lezárni. Bernadett azt mondod, el kell fogadni, hogy a férfi nem akar elköteleződni, legalább őszinte, meg kedves és figyelmes, mikor együtt vannak. Hát miért ne lenne őszinte, kedves és figyelmes? Általában, most tudom, hogy mi ugye nagyon sokan itt a csatornán mérgező, toxikus, kellemetlen kapcsolatokon vagyunk túl, de általában az emberek, általában én azt mondom, hogy kedvesek, figyelmesek és őszinték. Csak azért, mert ő nem akar elköteleződni senki felé, mi még nyugodtan lehet kedves, őszinte és figyelmes. Főleg akkor, ha le akar vele feküdni. <laughs> Ugye csak az, azt a nőt fogod rábírni a szexre, meg főleg egy kötődés nélküli kapcsolatra, hogyha kedves, őszinte és figyelmes vagy vele. Ki kell lépni belőle, folytatja Bernadett, ha többet akar a nő, mert ennek így nem sok értelme van. Teljesen egyetértek, ha ennél többet akar a nő. Akkor ebből ki kell lépni, nem szabad a kevésbe maradni, ha többet akarsz. Folytatja Bernadett, nem tudom elítélni a férfit, mert ő megmondta, amit szeretne. Teljesen egyetértek, Enikő mondod. A férfi azt mondta, nem akar elköteleződni, nem azt, hogy nem járogat össze senkivel, emellett a hozzáállás mellett nem, kete, nem kötelező durvának lenni, miért ne lehetne kedves és figyelmes? Teljesen egyetértek, Enikő. És nagyon örülök, hogy rávilágítottál arra a kis pazol darabra is, hogy mivel ő megmondta, hogy nem akar elköteleződni, ezért nem lehet nekünk csodálkozni azon, vagy meglepődni, vagy megbotránkozni azon, hogy vannak más nők is az ő életébe. Amikor ő kimondta azt, hogy nem akar elköteleződni, ezzel ő kimondta azt is, hogy azt csinál, amit akar. Ja, az, hogy ez nekünk nem tetszik, az egy teljesen más téma. És Enikő folytatja, az én meglátásom szerint ez a férfi őszinte volt, elmondta, hogy mire számítson a ninja lány, és megmondta, hogy nem köteleződik el, és ennek értelmében több nővel is találkozgat teljesen egyetértek, és annyira örülök ennek a gondolkodásmódnak, hogy 37%-ban, ami egy elég magas szám, azt mutatjátok ezekkel a szavazatokkal, hogy igenis ki tudjátok választani a knockout, a legfontosabb tényezőt egy esettanulmányban. Réka azt írta, a pasi megmondta, hogy nem akar komolyat, nem értem a nincsák reakcióját, a pasi már kezdetektől megmondta, hogy nem lesz több. A nőnek ezt el kell fogadni, nem belemennie, ha ez neki nem felel meg. Ahogy a srác őszinte volt ezzel kapcsolatban, ugyanúgy a hölgy is lehetne vele kapcsolatban őszinte, és el tud köszönni mindenféle veszekedések nélkül, meg sárdobálás nélkül, hogy köszönöm szépen, ez nem az én világom, kívánom neked a legjobbakat. Réka is mondja, hogy a pasit ő sem gondolta playernek, vagy jellemtelen embernek, lehet, hogy most van túl egy hosszú párkapcsolaton, egy válláson például, nincs ereje kedve egy másik ember ez most mélyebben viszonyulni, és ezzel én teljesen egyetértek. Nem tudjuk, hogy mi történt mostanában ennek a pasinak az életében. Lehet, hogy tényleg csak erre a szabadidő partner típusú kapcsolatra képes, alkalmas, erre van ereje, ehhez van kedve. Ezzel nincs semmi baj, folytatja Réka, érezze jól magát azokkal a partnerekkel, akiknek ugyanerre van igénye. Perfekt válasz, köszönjük. Judit azt mondod, már akkor le kellett volna zárni az egészet ennek a ninjának, mikor a férfi közölte, hogy nem akar elköteleződni, hiszen nem egy irányba tartanak, és örülök, hogy Judit ezt emeltet ki, hogy azért kell lezárni, mert nem egy irányba tartanak. Nem azért kell lezárni, mert most ú, ez a férfi milyen jellemtelen. Lehet, hogy jellemtelen, de nem ettől jellemtelen, mi nem ismerjük ezt a férfit. MKV mondott, a dolgok mögött az van, hogy a férfi nem találta meg ebben a lányban azt, aki mellett el akar köteleződni. Szuper! És eztben én is egyetértek. Mert ha neked nagyon tetszik valaki, akkor nem fogod tudni visszatartani azt az érzést, hogy ez az ember neked kell, hogy meg akarod jobban ismerni, hogy időt akarsz vele tölteni, hogy el akarsz felé köteleződni. Ez a férfi nem ezt mondta. Tehát akkora impressziót, akkora benyomást ez a lány nem keltett benne. De biztos vagyok abban, hogyha ez a férfi egy másik nővel találkozik, aki neki majd jobban megtetszik, akkor már nyitott lesz az elköteleződés felé. Mert szerintem is, mikor valaki nekünk azt mondja, hogy nem akarok most elköteleződni, szerintem is ez azt jelenti, hogy nem akarok Feléd elköteleződni. Nem akarok veled egy hosszú távú, tartalmas, elkötelezett kapcsolatot, mert nem inspirálsz annyira, nem olyan magas az érdeklődési szintem irántad, hogy én ezt veled bevállaljam. És nekünk olvasni kell a sorok között. És akkor ugye mindig jönnek a kérdések, most mi legyen, mit csináljak? semmit. Nem tudsz semmit se csinálni, nem tudsz semmit tenni, erőltetni egy kötődést, erőltetni egy vonzalmat, erőltetni érzéseket, nem tudunk. Ez vagy kialakul ez a kémia másikban, vagy nem alakul ki. Lívia, aki angolosan írta a nevét, Lívia, azt írta, mit akar a lány, ha kapcsolatot, adott pasas nem az ő embere teljesen egyetértek. Nem mindenki vágyik kapcsolatra, hisz a férfi kijelentette, hogy nem akar elköteleződni, az a részéről egy határ meghúzás volt. Nagyon jól mondod, Livia, mert én is úgy gondolom, hogy ez a férfi ezzel az udvarias, már eufemisztikus megfogalmazással, ugye, hogy nem akarok most elkötelezett kapcsolatot, ezzel végül is egy határt húzott a nincs lány és közé. Ez épp olyan, amikor valaki figyelmeztet minket, hogy ne légy belém szerelmes, ne zúgjálám belém, ez is egy határhúzás. Magyarul ez azt jelenti, hogy fölösleges, mert én nem tudom ezt neked viszonozni. Szóval figyeljünk ezekre a sorok közötti üzenetekre. És Livi úgy zárja a mondani valóját, hogy okosabb dolog, ha az ember lánya eldönti, ember fia is, játékszere, vagy inkább keres kapcsolódásra alkalmas partnert. Nagyon-nagyon-nagyon klassz volt ez az esettanulmány, és nagyon örülök ennek a 400 szavazatnak. Jól megmozgatott ez benneteket, mert ugye voltak benne fricskák. Az, hogy a férfi több nővel randizott, és ezért tudom, hogy ezért mondtátok sokan, hogy ez a férfi jellemtelen. De nem ez volt a knockout tényező. Úgyhogy mindig keressétek minden esettanulmányban, minden szituációban, az életben is, és ezekben az esettanulmányokban is a out tényező. A kommentekben osszátok meg az olyan eseteket, amikor valaki vagy a cselekvésével, vagy a szavaival világosan határt húzott, ahogy Lívia mondja, világosan definiálta azt a minőségű kapcsolatot, amit tud adni, és ti erre nem hallgattatok. És hogy mi lett ennek a vége. Köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a kis időt, és akkor hamarosan újra látjuk egymást. Sziasztok!